Alapvetően Node.js-re lesz szükségünk, MongoDB-re, meg valami fejlesztő környezetre. Aki Sublime-os, annak már úgyis fönt van 1000 éve a Sublime, úgyhogy azt nem mutatom meg, viszont WebStorm-ot fogok telepíteni. Mint ahogy mondtam, igazán izgalmas lesz a mai óra, mert az egyik része az ilyen next-next finish, de hogy tényleg szeretném megmutatni, hogy föl lehet telepíteni ezeket a dolgokat. Jó, mivel nem bízok az egyetemi internetben, én már előre letöltöttem. Kösz. Én már előre letöltöttem a megfelelő komponenseket, de hogy fölmegyünk a Node.js-nek az oldalára, meglepő módon a download fül, ki tudod választani, hogy egy Windows-os történetre van szükséged? Hát egész gyors. Jó, szerencsére az LTS változatot töltöttem le, de hogy lényegében nekünk ezen a szinten teljesen mindegy, hogy a legújabb feature-ökkel ellátott 7.x-et választjuk, vagy a 6 pont valamennyit. Lehet, hogy inkább saját történetből dolgozok. Azt mondja, van egy downloads. Tökéletes. Tehát letöltöttem ezt. Minő meglepő, megnyitom. Bocs, tényleg, tehát, hogy a tárgy kiírása környékén külön feltétel volt, hogy ezt mutassam be. Next. 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 Jó. És akkor ez a csík így végig fog menni, annyi, hogy ez felrakja alapból a nódot, regisztrálja nektek a passzre, tehát bármilyen command line-ból kiadva a nód parancsot elvileg működni fog. Fölrakja az NPM-et, tehát NPM installt rögtön tudtok majd tolni. Aha. Lehet, hogy tényleg 2 óráig fog ezt tartani. De hogy alapvetően gyorsan össze lehet pattintani az egész architektúrát. Kell nekünk MongoDB. Nagyon kreatív, megint csak rákeresek. Ez egy 100 akárhány megás történet, úgyhogy ezt meg már tényleg nem töltöm le. Van itt egy nagyon kis izgalmas letöltés gomb. És akkor jó esetben látni is fogom. Előző fél évben még izgalmasabb volt ez az óra, mert nem volt internetem, tehát csak így jelzem. Kiválasztjuk a Windows-t, meglepő módon van itt pár verzió. Nem tudom, nekem az elsővel sosem volt problémám, ez eddig az 5 percig, ameddig föltelepítem, de hogy azt lehet választani, és akkor kaptok egy ilyen szép kis pici installert, látszik, hogy annyira friss, hogy ma reggel töltöttem le, ne legyen belőle eltérés. És akkor ezt is feltelepítjük, és akkor amire még szükség lehet, az a WebStorm. Az, hát hogy fogalmazzak, előkerült azért ez a kérdés, hogy jó, oké, hogy ez most ez az egész így működik, meg valahogy szerkeszteni kellene, de milyen IDE-t ajánlok. Meglepő módon a WebStormot fogom ajánlani. Jó, ez egy egész customizált, Eclipse-es, nem tudom én milyen megoldás. Annyi, hogy elvileg mindenkinek van valami kukac.bm.hu-s e-mail címe. Jó? Ez ilyen témaszám, témakód, mit tudom én mi alatt szokott futni. Azzal gyakorlatilag nem egy 30 napos trial-t, hanem egy végtelenített hallgatói licenszt kaptok. Évente egy e-mail jön, meg kell erősíteni azt, hogy még mindig hallgatók vagytok. Jó, egyébként meg itt is meglepő módon egy download gomb, és megérkezik. Na, a Node közben végre feltelepült, tehát hogyha jó esetben találok valami olyat, amivel egy command line-t elő tudok csalni. Tényleg? Nem. Jó lesz ez. Tehát, hogyha kiadom a parancsot, látszik, hogy a 7.5-ös változat fönt is van, most az NPM-be is csak belemutogatok, jó lett volna egy i-vel lefuttatni, de mindegy. NPM kötőjel, vagy v-vel, és akkor kérje ő is, hogy milyen verzió, hetek kérdése, és akkor ez alapján már el tudjátok kezdeni a fejlesztést. Annyi, hogy amikor így live kódolok, meg gépelek, nagyon sokszor történik meg az a történet, hogy ide írok. Jó? Mert hogy ez a screen-em alja. Szóljatok, picit feljebb tekerem az egészet, és akkor látni is lehet majd. És elvileg ebbe is tudok nagyítani. Hú, de varázslat ez nekem, elnézést. Égesse ki az agyunkat. Jó. Tehát beszereztem a MongoDB-t, annak is egész egyszerű a telepítése. Most kicsit csalok, mert nekem itt van már egy déta könyvtáram, hogy azt elmozgatom, mert ez az egyedüli olyan izgalmas pont, ami nem biztos, hogy mindenkinek leesik. Ha? Elindítottam. El. Jó. Tehát, hogyha ez föltelepül, akkor nem tudjátok elindítani. Nem tudom, miért csinálták meg így. Tehát, amikor föltelepül a MongoDB Windows-ra, akkor egész egyszerűen, ha elindítod, akkor egy hibát ír ki egy konzol ablakba, ami azonnal eltűnik. Jó.
tényleg nem én csináltam, úgyhogy nem teljesen értem, hogy miért így van ez kitalálva. Miért tűnik el rögtön? Azt fogja kiírni majd jó esetben, hogy nem található a Data Directory. Továbbra is next, next, finish. Tehát, hogy így, hú, nem akarok advanced user lenni. Tehát nem található a Data Directory. Ezt írja ki, csak annyira gyorsan, hogy eltűnik. Tehát, aki ismét nem megy vele parancsolva, vagy indítja el a binárist, az azzal fog szembesülni, hogy bár felrakta a MongoDB-t, nem fog elindulni. Ilyenkor a legegyszerűbb a címek hajtón egy data könyvtárat létrehozni, ugyanis valamiért az a default, és akkor már el fog indulni, és működik is ez az egész. A MongoDB-hez alapból nagyon sok fajta képen hozzá tudnátok férni, viszont célszerű egy olyan felület is nektek, amihez nem kell kódolnatok, csak simán feltelepítitek, látjátok a benne lévő adatokat és minden egyéb funkcióságot. Úgyhogy beszerzünk egy robomongót is. Jó, így hívják a túl. Úgy van összerakva a teljes stack, amint fejlesztetek, hogy ez minden egyes platformon létezik. Tehát mind Windows, mind Mac, mind Linuxon. Az összes általam itt bemutatott történet az működik. Linuxosoknak én nem nagyon szoktam magyarázni, mert ők úgyis vagy forgatják maguknak, mert annyira őrültek, vagy csomagból letöltik. Meglepő módon itt is van egy download gomb. Egész izgalmas a vásárlási struktúra ezen a dolgon, ugyanis 20 nappal előbb megkapják azok, akik fizetnek az új verziót, viszont beérjük mi a régebbivel. Jó, tehát itt is le lehet tölteni, rögtön van egy telepítő. Na nézzük meg, hogy közben a MongoDB-m gond nélkül feltelepült és be is zárta magát. Az parádé. Valahol meg kell neki jelennie, hogyha tényleg sikerült felraknom. Van itt egy-két izgalmas dolog. Csak ami fontos. Na jó. Itt van. És akkor elvileg van egy bin könyvtárad. Elnézést a rettenetes felbontásért, de van benne egy ilyen MongoDB-cucc. És akkor az történik, hogy jó esetben, hogyha elindul, bezárul. Jó, ez azt jelenti, hogy nem sikerült elindulnia, mindjárt megmutatom a lassított felvételt. Ki fogja írni, hogy nem találja a Data Directory-t? Ott is van. C, Data, DB nem található. Na most nagyon sok jó megoldás van, mondjuk config-ba le is beleírni, de a legpofátlanabb az az, hogy létrehozunk egy Data könyvtárat, és elindítjuk újra. Jó? Továbbra sem találja. Miért nem találja? Mert ebben létre kell hozni egy DB könyvtárat. Elindítjuk újra. És mágia. Jó, elindult. Megkérdezi, persze mindenhez férjen hozzá. Miért ne? Olyan csodás hely az internet. És akkor látszik is, hogy elindult, létrehozta a megfelelő fájlokat, és van egy futó MongoDB-nk. És annyi, hogy ettől a ponttól egyébként elvileg itt a start menüben is meg kellett volna jelenni, de amikor simán csak elindítjátok, nem kell ez a parancsoli töketlenkedés, mert itt megáll. Jó? Tehát itt ő megáll, és mutatja nektek, hogy aktuálisan fut és működik. Jó? Csak sokszor jött az a feedback, hogy föltelepítettem, elindítottam, rögtön bezárult, nem működik. Igen, meg kiírja, mi a problémája, csak rögtön el is tünteti. Jó? Fut a MongoDB-n, király, webstormot, nem tudom, hogy most tényleg fel akarok-e telepíteni, next, next, finish. Annyi, hogy egy 30 napos trial elindultok, de a BMS e-mail címmel be lehet regálni. Aki meg ennél egyszerűbb dolgot akar, van egy Sublime nevezetű szövegszerkesztő, azzal is nyugodtan meg lehet oldani a tárgyat. Viszont, ami még fontos lehet nekünk, az tényleg a RoboMongo. Minő meglepő, next, 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 és mindjárt föltelepül. Ezzel hozzá lehet férni a MongoDB-s teljes adatbázisunkhoz is, és el is indul. Jó, ebben is vannak ilyen varázslatos dolgok, mint például, alapból ez teljesen üres kellene, hogy legyen, de úgy néz ki, mert volt egy régi installom. Create gomb, meglepő módon new connection, meg mit tudom én, mindegy, tökéletes lesz. Jó? És akkor utána azt mondjátok, hogy connect. Mármint kijelölöm is connect, elnézést kínálom. És akkor itt látszanak már rögtön a collection-jeitek, function-ök, minden ilyesmi. Annyi, hogy a MongoDB egy ilyen, hát lesz erről egy óránk, de hogy nem egy finnyás állatfaj, tehát hogyha nincs mondjuk benne egy olyan adatbázis, nevezzük most így, meg szépen állásan igazából néz, ha nincsen benne egy olyan adatbázis, amit használni akartok, automatikusan létrehozza.
Tehát a nódos kódba csak hivatkoztak egy adatbázisra, az automatikusan létrejön. Amint be akartok illeszteni egy entitást, automatikusan létrejön a collection. Tehát ez nem olyan, mint mondjuk egy Oracle, vagy egy MySQL, PostgreSQL és minden ilyesmi, hogy itt komolyabban turkálni kellene az adatstruktúrában. Jó? Ez csak arra való, hogyha valamelyik collectionben meg akarok nézni valamit, akkor bele tudok nézni, és látom az adatot, illetve hogyha módosítani akarok, akkor van ez az Edit Document. Ezt a MongoDB-s órán majd szépen el fogom mesélni, de hogy alapvetően csak, hogy meglegyen a stack, és tudjatok haladni, RoboMongo-t érdemes felrakni. Jó, mi az, ami még nekem így fontos telepítésbe? WebStorm. Hetek kérdése. De ugorhatunk, hogyha elhiszitek, hogy ezt is Next Finish-sel fel lehet telepíteni. És akkor végre visszatérnék a Mac-emre, ahol mondjuk sebesség is van, meg minden ilyesmi, és akkor mutatnék egyébként dolgokat. Mi legyen, várjuk végig. Fingomcsincs. Node-ot raktam föl, MongoDB-t, RoboMongo-t és WebStorm-ot raktam föl. Ezek a dolgok kellene igazából. És ez is olyan, hogy a Node az mindenképpen kell, mert hát érted, a MongoDB az adatbázisnak lesz nekünk majd nagyon jó, a RoboMongo az csak egy egyszerű felület, amivel tudod kezelni, a WebStorm meg az ide. Tehát, hogy, de mondom, bármi más idével nyugodtan lehet dolgozni. Jó. Befejezzük ezt a munkát. Persze. Nem mertem még Windows 10-re frissíteni, mert félek, hogy a jövő fél évig nem fejeződik be. Tehát, hogy... Jó. Király. Szóval alapvetően a szoftver környezet összepattintása, hát egy negyed óra alatt meg tud lenni. Jó, plusz a letöltések. Hogyha valaki komolyabban elakad, hozza a számológépét ide szünetben, vagy valami, és akkor meg köpködöm, hogy mit nem sikerült feltelepíteni. Aki meg nagyon ilyen kicsavart architektúrával szeretne dolgozni, mint tudom én még egyéb komponensek, vagy ilyesmi, az, hát, hogy fogalmazzak, vállalja a felelősséget azért. Tehát egy másik idét én nem szívesen javítanék meg itt live-ba. Jól néz ki a desktopom. Jó. De hogy hozzunk is létre szerintem valami értelmes Node.js-es dolgot, és akkor meg tudom nektek mutogatni, hogy mi merre meddig. Random dolgok mindenfele. Csinálok magamnak egy jó kis könyvtárat, mert az mindig hasznos. És akkor én alapvetően úgy szoktam, hogy Node Express-nek hívják. Tehát itt van egy jó kis command line toolom, egyszerű parancsokat fogok kiadni, de minden szépen elmagyarázok. A legtöbb tudsz, az ugyanúgy fog futni megint minden operációs rendszeren. Na, nekem is van itt egy NPM-em, valószínűleg régebbi. Van egy nódom valószínűleg régebbi. Mondjuk egy 2 hónapos, tehát hogy az ilyen. És akkor hogyan kezdek bele egyáltalán egy ilyen fejlesztésbe? Vagy hogyan működik? Beszéltem előző órán, hogy a package.json-ról, meg minden ilyesmi apróságról. Azt mondom, hogy NPM init. Van egy ilyen jó kis parancsunk. Ez létre fogja nekem hozni a package.json-t, és ki is tölti. Elég nagy egyébként a képernyőn vagy? Tehát tudunk menni mindig nagyobba. Ez jó volt. Na, menni fog ez. Jó. Tehát, hogy meg fogja kérdezni minden egyes alkalommal, amire neki szüksége van. Mi a projekt neve? Node Express, mivel ez a könyvtár neve. Jó. Mi a verziója? Tökéletes lesz az 1.0 description. Én nem nagyon szoktam írni, de aki magyarázkodni akar a kódjáról, az nyugodtan. Mi lesz az entry point? Mi az a JS file, amivel az alkalmazás gyakorlatilag el fog indulni? Lényegében, ha nem NPM-en keresztül fogod az Express alkalmazást indítani, mindegy, ugyanis azt a parancsot fogod kiadni, hogy node szóköz és az adott JavaScript file neve. Tehát nekem jó lesz ez az index.js. Test commandunk nem lesz, git repót nem kötök bele, kulcsszavakat nem adok meg, nem mondom meg, hogy én vagyok a szerző. A licensz meg mindig bírvel. Jó. És azt mondom, hogy oké, okay, készen is vagyunk. Létrejön egy ilyen package.json file. Látszik benne az, hogy mit sikerült összeírnunk. Ez annyi, hogy jelenleg egyetlen egy package sincsen benne, tehát hogyha kiírom az npm listát, akkor meg fogja nekem mondani, hogy minden csomag fönt van, az a nulla, és hogy minden rendben van. Az npm installt nyugodtan lehet npm i-nek rövidíteni. Jó? Csak azért, mert én is gyorsan szoktam gépelni, nagyon sokszor fogok npm i-t írni. És akkor be is mutatom azt, amit az előző órán itt előadtam, hogy mennyire szépen működik, és nagyon remélem, hogy fog is. Föltelepítem a colors package-et. Most csak így simán. Sikerült föltelepíteni 1.1.2-es verziót. Viszont a
Packet JSON-ben ez nem jelent meg. És azért nem jelent meg, mert minden egyes telepített csomagnál egy kötőjel-kötőjel save-et adjunk ki, és akkor menti bele a Packet JSON fájlba. Jó? És itt rögtön fixálja is a verziószámot, tehát hogy nehogy az a probléma legyen, hogy feltelepítetek, mit tudom, hogy márciusban valamilyen package-et, valaki augusztusban akarja használni, és már elszálltak a verziószámok, ugye szender szerint, hogyha az első megváltozik, akkor nagyon nagy változás, hogyha a második, akkor elvileg kiegészítés, a harmadik pedig a bugfixeknek a számát, pontosan a verzióját adja meg. Tehát, hogyha mondjuk a Colors-ból kijönne egy 2.0.0, akkor lehet, hogy azok a függvények, amiket én használok, azok már nem működnek. Ezért rögzíti egyébként a Node vagy az NPM bármit telepítitek, az aktuális verzió számot a package.json-be. Na és akkor nézzük meg, hogy egyébként mi történt. Ja, ez lehet, hogy vizuálisan jobb. Van egy ilyen Node Modules könyvtár, benne van ez a Colors cucc. Na. És akkor ez az, amire én nem tartok igent, jó? Törlöm. Tényleg, ment a kukába. Itt sincs bent. Viszont megmaradt a package.json-on. Hogyan tudom az összes package.json-ben lévő csomagot föltenni? Ezek a varázsszavak. Jó? NPM install. Ha nem adtok meg további paramétereket, az összes package.json-ben lévő cuccot felpakolja. Illetve aki nagyon profi, az mit pakoljak még föl? Tehát egyszerre több csomagot is meg tudok adni. Egészség. Jó, tehát most felrakok egy Express-t és egy Edge-t, és látszik, hogy az Express az nagyon sok egyéb package-re hivatkozik. Tehát azt mondja, hogy maga az Express csomagban, ha belenézünk, ugye itt már végtelen mennyiségű egyéb dolog történt, amire nem volt szükségem, de hogyha megnézitek, az Express saját magában rögzít, csak eljutunk odáig, rögzít dependenciákat. Ez azért jó nekünk, mert hogyha letöltötök egy csomagot, akkor a dependenciái is jönnek vele. Jó? Tehát amikor egy NPM package-et telepítettem, lejött igazából 30. És megint csak, jó, tehát egy package.json-ben egyedül az az egy, amire szükséged van, az van benne. Ez azért nagyon jó, ismét, mert hogyha nem rögzíted itt a verziószámot, hanem csak azt mondod meg, hogy a 4.x neked tökéletes, mert bízol benne, hogy nem törik össze a srácok, akkor ők bármikor megváltoztatják a saját dependenciájukat, neked egy sima NPM installal a lokális verziód utána lesz húzva. Nem tudom, mennyire tiszta ez, amit mondok, de hogy ez a legjobb része a Node-nak. Jó? Az NPM csomagkezelő. És ismét megmutatom, tehát törlöm a Node Modules, jó? Egyedül marad a package-em, a package.json-om, fölteszem, végtelen idő, de hogy föltelepíti az összes csomagot. Föltelepítette a Colors-t, föltelepítette az EIS-t, föltelepítette az Express-t. És még egyszer, nem tudom eléggé hangsúlyozni, mert mindig valaki fönnak ad a szemszűrön. Erre a könyvtárra nincsen szükségem, jó? Ugyanis mindennek, amit használtak a package.json-ben, benne kell lennie. Úgyhogy szokjunk rá erre az NPM-i valami kötőjel installra. És még egy sor kódot nem írtam. Na. Tehát, hogy azért ezt is érdemes lenne elkezdeni. Azért csak megnyitok valami vizuális szerkesztőt. De nem kell lesz már. Nagyon nem. Hetek kérdése. Szóval jó. Oktatóknak is szerencsére. Tudom ajánlani. És remélem, hogy valami abszolút random projekt lesz benne. Szerencsére nem. Jó. Mivel aktívan dolgozok, van egy kevés projektem, de alapvetően most nyissuk meg azt, amire nekünk van szükségünk. Itt az editorral mindig van némi harc így a betűméreteket illetően, úgyhogy nyugodtan szóljatok, ha ismét túl pici, nem látszanak a színek miatt, vagy valami. A fényt egyébként egy picit még lejjebb tudom menni. Szóval megnyitottam, hát egy klasszikus ide, rögtön tudja a WebStorm-ot, Node.js fejlesztését állták ki pont. Tehát, hogy alapvetően React-ot, meg egyéb JavaScript-es alkalmazásokat is lehet benne fejleszteni, de ez egy Node.js fejlesztő környezet. Ezért szegényem rögtön tudja, hogy a Node Modules az nem hozzánk tartozik, hanem ez egy library. És akkor itt létre tudok hozni egy JavaScript file, legyen index. Hú, nagyon szép. Itt is vagyunk, és a leghasznosabb parancsot rögtön ki is adom. Console.log ASD. És hogyha le is futtatom, akkor ki is írja azt, hogy ASD. Jó, tehát működik a környezetem, lefutott a kódom, amit beleírtam, értelmezte ezt a cuccot, stb. Jó, ezek így tök hasznos dolgok.
Vagy csak azért nézlegélek hátrafele, hogy tényleg látszik-e. És akkor elvileg a tárgy honlapján kicsit puskázunk. Itt vannak ugye azok a kellemes-kellemetlen gitrepók. Visszatérünk a második házi feladatra. Tökéletes. És össze fogunk gányolni egy igen egyszerű express alkalmazást copy-paste-tel. Jó. Zseniális. Szerintem ennek nincs is nagyon dependenciája, de mindjárt megnézzük, és meglepő módon a package.json itt is képbe van tartva. Mi történt? Második házi király. Jó, itt azért szépen kitöltöttem, tehát lehet ezt jól is csinálni, de házi feladatban nem gondolom, hogy ennyire el kellene szállni. Van egy ilyen alkalmazásom, mit csinál? Bár a múltkor egy picit szerintem már beszélgettünk erről a kódról, de hogy betöltöm az express npm package-et, ami pontosan azt csinálja, hogy itt az express könyvtárban kikeresi ezt a fájlt. És igazából gyakorlatilag én ezt fogom úgymond inkludolni. Az, hogy Express-ben egy kicsit, Express-ben Node-ban picit máshogy működik ez az include, mint ez a klasszikus megszokott C meg C++ történet. Itt az van, hogy amelyik fájlt behúzzátok, tehát require-ölitek, annak a fájlnak meg kell tudnia mondani, hogy melyik részeit használhatja külső komponensként az alkalmazás. Ez a module.export-szal működik, mindjárt meg is mutatom, hogy hogyan kell ezt értelmezni. De ez a sor az azt jelenti, hogy ezt a cuccot, amit itt ez a másik JavaScript file kiexportál, azt én be tudom tölteni. És nagyon kreatívan a srácok itt el is intézték, hogy ezen belül még megyünk ide, meg még megyünk ide, meg még megyünk amoda. Jó? Nyugodtan lehet NPM package-eket olvasgatni, főleg olyanokat, amik jól vannak megírva, mert ugye JavaScript mindenhol ott lesz a forráskódotok, tehát legtöbb esetben semmit nem rejtel a mód előletek. Hát akkor feladom, hogy ezt az ablakot elrögtön nézzük. Jó. Na. Amint megvan ez az express valami, mivel JavaScriptben minden lehet valami, tehát ez lehet egy function, lehet egy változó, lehet egy constant, bármi lehet, utána ezt fel fogom használni, tehát azt mondom, hogy létrehozok egy appot. És azt mondja app.use express.static static, ez a sor az azt mondja meg, hogyha lenne egy static könyvtáram, már pedig lesz, akkor abban a könyvtárban lévő dolgokat, azt automatikusan szolgálja ki a Node, anélkül, hogy nekem bármifajta extra dolgot kellene csinálnom. Létrehozok egy index HTML-t, ez lesz ugye az órának a másik része. Na, és ez így működik is. Itt el is tudom indítani. Kérlek, működ. Mindenfajta szöveg nélkül, mi? Nincsen benne konzolod. Jó. Csak hogy lássuk egy kis valamit. Ctrl-C-vel tudom ugye lelőni a nódos alkalmazás, mint bármelyik más egyébként dolgot. Na és akkor, hogyha megnézem, akkor nem működik az egyébként. Localhost 3000-es porton, már látható is ez az index HTML, amit az előbb létrehoztam, csak azért, hogy lássuk is, hogy mi történik, írok is bele valamit, jó? Király. Tehát, hogy kiszolgálja, működik az alkalmazás, mi történik, hogyha valamilyen fájlt írok be, ami nem létezik, meglepő módon, akkor nem tudja kiszolgálni. De ugyanez működik képekre is, ugyanez működik bármire, amit a statik könyvtárba beleraktad. Jó, és ezzel le is lőttem a második házi feladatnak a nódos részét. Jó, mert ennyi az elvárásom, meg egy pekit JSON. Király. Hogyha bármit írok ebbe a kódba, mint például ezt a konzol logot, vagy nem tudom, ide írok valami konzol logot, akkor ez nem fog automatikusan lefutni, hiszen már fut az alkalmazásom, már betöltöttek azok a fájlok, amiket használ, tehát mindig le kell állítanom, és újra kell indítanom. Na most ez igen kényelmetlen tud lenni, szerintem nagyon sok oknál fogva. Úgyhogy annyit fogok csinálni, hogy föltelepítek egy node-mon nevezetű cuccot, és mindezt globálba fogom tenni. Package-eket lehet lokálisan is, és globálisan is telepíteni. A lokális telepítés az az, amikor a package.json bekerül bele az adott node-modules könyvtárba rakja a package-et, illetve lehet globálisan. Ami azért szokott igencsak jó lenni, mert vannak olyan modulok, amik globálisan feltelepítve nagy segítséget adnak nektek. Mondjuk most felraktam ezt a node-mod, ez rögtön meg is jelent nekem, mint egy parancsori tool, tehát el tudom indítani.
azt tudom neki mondani, hogy Nodemon. Jó, és akkor elindul. Pár ilyen dologgal fogunk csak a fél év során találkozni. Test framework-ök szoktak így működni, a webpack szokott mondjuk így működni, meg pár ilyen nagyon általános cucc. Na, de hogy visszatérjek a Nodemonra, és ez itt a reklám helye, hogy a Nodemon arra jó, hogyha megváltozik egy file, újraindítja a nódos alkalmazásokat. Pont. Jó? Tehát, hogy ez pont ennyire egyszerű. Elindítom a Nodemon, hogyha nagyon akarom, adhatok neki paramétert, mondjuk egy index.json-nel foglalkozzon, akkor azt indítja el, de mivel a package.json-omba azt mondtam, hogy az index.js sem lesz az entry point, azért azt kezdi el elindítani. Na és akkor mi történik? Próbálom ezt így, tökéletes lesz. ASD2, hoppá, érzékelte, hogy változást, ja már megint magam mögé vetítek, nem mondjátok. Tehát érzékelte, hogy változás történt, és újraindította a nódos alkalmazásomat. Ez tök jó. Amikor Expressben fejlesztünk, akkor vannak olyan részek, amihez nem kell a nódos alkalmazást újraindítanatok. Például a legtöbb templating engine az úgy működik, hogy a template fájlokat minden egyes alkalommal beolvassa, jó? Tehát defaultban nincsen benne cache. Ez azt jelenti, hogy azokat a HTML-eket mondjuk, amit most írni fogok, vagy EIS-eket, amiket írni fogunk, azok miatt, ha abban változik valami, nem kell újraindítanatok az alkalmazásokat. De hogyha mondjuk egy Express-es middleware-ben írtok valamit, akkor újra kell indítani az alkalmazást, különben még a régi kódfut nem fog működni ez a feature, amit éppen fejlesztetek. No, ez még így hasznos. Ja, és a Nodemonnak a telepítés is körülbelül ennyi. Hogyha valakinél, nem tudom én, nincs C, C++, Python, Perl, meg ilyesmi fordítók fönt, és valamelyik modulnak vannak ilyen dependenciája, akkor lehet, hogy hibát ír, vagy lehet, hogy wordingot ír. Jó? Ezek azok a native bindingok, amikről múlt órán beszéltem. Na, de valami lightosabb témára térjünk rá. És simán csak elindítom, mert nekem ugye nem lesz erre nagyon szükségem, az az S hogy került oda? Ja, így. Jó. Király. Nekem most csak az kell, hogy a HTML-ről szeretnék nektek jó sokat beszélni, hogy legyen egy webszerverem, ami kiszolgálja statikusan a dolgokat. Jó. Tartsunk ezt szünetet, mert már láttam, hogy nagyon kétségbe esett a néztek rám, hogy mit beszél ez az ember. Ne? Jó. Én azért egyszerű rágyújtanék. De jó. Na, térjünk vissza. Erre, még hozzá. Nagyon sokat váltogatok néha ablakokat, főleg, hogy egy ilyen zsebkendőnyi felületen dolgozok, úgyhogy akinek hányingere van, az ne nézzen ide egy darabig, jó? No, HTML. Nem adja az egerem. HTML. Hát XML-el remélem mindenki találkozott valamilyen formában, és nem biztos, hogy kedvelik. Dehogy alapvetően a HTML az egy XML formátumú nyelv szeretett volna lenni, de mivel az emberek nagyon nem szeretik a szabályokat, ezért a legtöbb böngésző megpróbál rosszul formázott HTML-t is beolvasni. Ezzel nem azt mondom, hogy arra ösztönözzek titeket, hogy rossz formátumú HTML-t írjatok, de hogy alapvetően a legtöbb szabály az, hát hogy fogalmazok, egy táblázatnál előkerül, de hogy a legtöbb szabály az, hát bár benne van a szabályban, de részben opcionális. Na de miről van szó? Van egy DOM tree. Ez gyakorlatilag egy XML dokumentum, van egy legmagasabb szintje, ami azt mondja, hogy HTML, van egy head része, van egy body része. A head rész az általában inkább ilyen metainformációkat, betöltendő JavaScripteket, meg CSS szokott tartalmazni. Nagyon másra, hát meg, mit tudom én, OG-tegeket, meg ilyesmi, de hogy alapvetően ilyen dolgokat kapunk oda. A tartalom a body-ba kerül. Jó, ezt így lefejezzünk. És akkor most kezdődik a mókás része, hogy milyen egyéb tegek vannak. Vannak ilyen header-ök, mint például a H1, ami azt tudja, hogy bazi nagy. Na, lehet, hogy jobb lesz ez így nekünk. És akkor még jön, hogy hány ingert lehet kapni. Nekem biztos jobb. Tehát, hogy H2, H3, H4, H5, aki ennél többet használ, az ne tegye. Jó? Tehát, hogy ezek így egyre kisebbek. Az, hogy ez hogyan néz ki, az a CSS, arról már egy picit később beszélek. Egyébként meg írhatok csak simán is szöveget, és nem véletlenül töröm több sorba, ugyanis nem fog több sorban megjelenni, ugyanis a HTML az így a legtöbb helyen nagyítvet tesz arra, hogy te hány sorba töröd, kivéve bizonyos tegeknél, mint például a pre. Nézzük meg ezt is. Nagyon szép.
Illetve milyen HTML tagek vannak még, mert megint nagyon lent írok. Így. Jó. Van mondjuk a P, a paragrafusnak a rövidítése, ehhez elvileg annyit tud. Hát nem húzza be most már default-ba, de hogy alapvetően ezt arra szokták inkább azt mondani, hogy az első sort, mint egy picit beljebb húzod, és akkor tényleg nyomtatásban szerető paragrafushoz hasonlít. Van a div, a fél internet jelenleg div, meg könnyű vele bánni, ez egy blokk element. Az a baj, hogy HTML-t elmagyarázni, ez egy órában lehetetlen, de hogy megpróbálkozok vele. Jó? És ami nagyon fontos, én személy szerint ajánlanám néktek a Chrome-ot, mint így böngésző, mert hogy nagyon-nagyon sok olyan funkció van benne, ami segíti a webfejlesztést. Tehát látszik, hogy ez egy divem, ez egy fém, ez egy frame, stb. Láthatóak az elementek. Aki meg így szeret inspektálni, az így is tud, tehát meg tudja nézni, hogy melyik element mi merre meddig. Hogyha például azt akarnám, hogy ez legyen kék, akkor inline-ba ide bele tudom írni, hogy color, blue, össze is jött, stb. Tehát nagyon jó a Chrome-nak ez a inspect módja. Jó, igazából zseniális. Na, de hogy ne akadjak meg, mit kell még nektek esetleg használni, csináljunk egy táblázatot, van egy table, és akkor ez az a része, ahol el tudom mondani, hogy hivatalosan a table-nek is van három ilyen belső része, t-head, t-body, meg t-foot. Hát körülbelül 92 óta senki sem szokta ezt használni, csak az van, hogy legyen egy sor, és benne legyen egy cella. Utána legyen még egy cella, meg még egy cella. És akkor csinálok két ugyanilyen sort. Jó. És meglepő módon lesz egy táblázatom, annyi, hogy a szélét nem lehet látni, másrészt nem akarom, hogy megint ilyen nagyon alacsonyan nézzetek, hogy ezek kuka. Így beállítok. Tehát, hogy legyen neki borderre. Jó. Tehát, hogy lehet ilyeneket csinálni. Illetve, ami még nagyon fontos, és majdnem mindig elfelejtem, az az, hogy a legtöbb házi feladatban szerepel valamilyen fajta adatbevitel, minél meglepő. Úgyhogy van ez a form nevezetű. A form az inkább csak közre fogja, vagy így összetartja. Van egyáltalán olyan, aki nem látott még HTML-t soha. Most ez a jó kérdés, hogy számítsak-e arra, hogy van egy-két megbúvó úristenem deciki, hogy még nem láttam HTML-t, vagy magyaráztam tovább ilyen analfabéta szinten, de tolom. Jó, tehát hogy a form az inkább így összefogja az elementeket, és akkor azon belül lehet különböző inputokat, checkboxokat, meg ilyesmit ide rakni. Type, az mit tudom én, text. Kell neki egy név, és akkor már is megjelenik egy olyan jó kis beírós cucc. Általában ez nem szokott nagyon látszódni. És hogyha rá enterezek, akkor get paraméterként el is küldi nekem ezt az okosságot, hogy az 1-2-3 nevű inputnak ez az értéke. Jó, hogyha nem getet akarok, remélem azért a HTTP ezen részei megvannak, hanem posztot, hát ez nem jött össze, mert újra kellett volna tölteni az oldalt, de hogyha posztot akarok, akkor így tudnám beküldeni, a poszt az ugye nincsen legközelebb, mert csak egy statikus szerverem van. Viszont látni fogom, itt a headerben lehet ez egy kicsit nagyobb esetleg. Itt látom, hogy a form data el is ment ez a tudat. Amivel viszont talán nincsen mindenki tisztában, a file feltöltésnél ilyen multipartos történetet kell davarázsolni. Akinek lesz file feltöltés, találkozik azzal a problémával, hogy a böngészője nem küldi el a file-t, rákeres az interneten, és akkor lesz megoldás. Jó? Mi van még? Ja, tudom, link. Lehet linkeket csinálni. Egész meglepő. És akkor rákattintasz és átnavigál oda. Jó, annyi, hogy az Express-es alkalmazásokban szokásos, hogy inkább így adunk meg linkeket, jó? Mert akkor nem kell se base-szel, semmilyen egyéb baromsággal foglalkozni. Úgyis általában az van, hogy nem egy könyvtárból szolgálódik az Express alkalmazás, hanem az maga egy domain, vagy egy aldomain. Jó. Mire lehet még szükségetek? Az az igazság, hogy ennél többre nem nagyon lesz szükségetek, de azért kicsit essünk bele egy olyan témába, amiről viszont nem biztos, hogy mindenki hallott. De gyorsan, ilyen. Hányan használtatok Bootstrap-et? A 3-as verzióról beszélek, nem a 4-esnek az alfájáról. Ez is komoly. Egyre érettebb a közönség.
Jó, de egy picit beszéljünk a Bootstrapről, aztán lehet, hogy nagyon korán lezárjuk ezt az előadást. Jó. Van ez a Bootstrap nevű cucc. Nagyon metába megfogalmazva, ez rohadsok CSS meg JavaScript, amint aránylag kultúrát felületet kaptak anélkül, hogy ez a két technológiához értünk állani. Jó? Csak a HTML részéhez. Izgalmasan van egy download gomb. Kedvenc részeim. Letöltsük. Már megvan egyszer, kétszer. Egész konkrétan. Megesik ez mindenkivel. Jó. Downloads mappám tartalmát a videóból kivágom. Bootstrap. Tökéletes. Egész gyors volt. Jó. Ezeket ide szépen bemásolgatom, semmi extra nem kell hozzá. Itt nem van. No, és akkor be is került ebbe a projektbe, én szeretek egy picit kukázni, majd minifájol nekem a gálp, vagy webpack, vagy bármi, hogy ezeket hajítom is a kukába. JavaScriptből. Te is mész. Ez teljesen fölösleges. Elnézést, csak nem az első bootstrap-es oldalam. Viszont olyat, hogy kézzel összeírom, ezt meg én sem próbálkoznék meg. Ugyanis felkeressük az example oldalt. Van itt jó lelent, de fura ez ebben a nézetben, de ahogy látszik, egy ilyen nagyon szép design, amit mi fogunk, megnézzük a page-nek a forrását, és utána majd szépen elmagyarázom. Jó, itt a tetejét azt meg én is ki tudom magamból tüsszenteni, de hogy erre azért szükség lehet. Beillesztem ide, egy picit kisebbre veszem, talán még látjátok. A konténeres rész engem nem izgat. Jó. Egy linket még csórok, hogy ezt a fejbe kelljen kitalálnom. A scriptekre meg nem lesz szükségünk. Jó, király. Tehát először is valahogy ugye be kell a... Hát HTML-ről akkor tudtok eleget. Tehát valahogy bedrótozom a CSS-eket ebbe a cuccba. Mondjuk így. Ennyi nem. Jó. Akkor ennek az editornak egyébként még nagy előnye, hogy ebbe a kód részbe van egy ilyen reformat kód. Jó? Tehát ilyen behúzásokkal, nem tudom én, szó között, zárójelek előtt, után, közben, stb. Ezeket nem kell foglalkozni. Jó, ráktatunk is varázslat. Mármint olyanokra gondolok, hogy ez a kód részben Stack Overflow-ról van, ezt a haverom küldte, és akkor így kód reformat, mindenki boldog lesz. Jó, főleg én. Na nézzünk is bele, mit sikerült összehekkelnem. Nagyon szép lett. No, Navbart nem fogom elmagyarázni. Három linkkel is be fogom érni. De hogy mire jó ez az egész Bootstrap-es cucc? Létrehozol egy konténert. Abba létrehozol egy rót. És azon belül létrehozol elemeket. És mindjárt feloldom ezt a varázslatot, amit ide fogok kiírni. Tökéletes lesz. Nincs ekkora képernyőm, mi? Zseniális. És akkor még ide rakok ilyeneket, hogy lássunk is dolgokat. Csak nem kézzel választott szín. Király. Parádé. Na nézzük meg, mi történik. A padding. Úgyhogy tenyentek a kukába. Jó, hú, de jó. Lett két oszlopom igazából. Egy egész furcsa bontásban. Jó, mindjárt tudom, hogy hogyan néz ki ez az egész. Tehát. Ugye három szintű elementet raktam bele. Az egyik ez a konténer, ami egy adott szélesség fölé nem engedi menni a contentet. Tehát ez arról szól, hogy bármekkora nagy monitoron nézed, egyre rosszabb lesz ez így, de hogy alapvetően, ha mondjuk 4K-ban nézném, akkor is úgy néz ki a weboldal, jó? Csak normális méretű. És ez a konténer, ennek mindegy, itt vannak egyébként a CSS szabályai, de ezzel se fárasztálnak titeket. Ezen belül, mivel van egy 15-15-ös eltartás itt a szélén, ahol láthatjátok is, ott, mert ugye egyszer nem tudok egérre rámenni meg így,
A ró az pont ezt ellensúlyozza azzal, hogy az eltartást leveszi róla. És azon belül tudok oszlopokat definiálni. Ez nagyon fontos, mert ebből jön majd nekünk ez az egész responsivitás. Definiálok két divet, ugye mondtam a fail internet div, tehát mindegyikre egyet class-t raktam csak. Ez a call x-es 6, ez a grid rendszernek a része. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 12-es osztás van, 15-ös eltartásokkal. Ez így megvan? Tehát 12 oszlopot tudok maximum fölvenni, mindegyikben ez a 15-ös eltartás az megjelenik. És hogyha azt szeretném, hogy a képernyőm felét töltse csak ki egy adott oszlop, akkor azt mondom, hogy ebből a 12-ből én 6 oszlopnyit szeretnék felhasználni. Tehát ez a call x-es 6, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy oszlop x-es, mint kisméret 6, tehát a kisméretben 6 oszlopot szeretnék felhasználni. És mellette van egy ugyanilyen, ami elméletileg mellé törik, egy 30-as eltartás lesz ugye a kettő között, így szépen néznek ki a weboldalak, kivéve, ha ilyen kretinus beszínezitek. De mindjárt generálok bele egy kis lorem ipsumot, és akkor meglátjátok, hogy hogyan kell ezt csinálni. Lorem ipsumot remélem mindenki ismeri, ez egy nyomdatechnikai trükk, úgy néz ki, mint a szöveg lenne, az is, de nincsen értelme, legalábbis mindenki reménykedik évtizedek óta, hogy nem latinul azt, hogy csapja seggen. Jó? Na, és már is ott van a színezés, mindjárt lekapom róla, mert az nem kell nekünk most annyira. Jó. És akkor már is szépen néz ki, vagy aránylag szépen néz ki egy weboldal. Na most nem csak call x-es 6-ot tudok rárakni, hanem azt is meg tudom mondani, hogy mondjuk call x-es 3, call md 6, call x-es, mi lesz ez, 9, call md 6. Na most itt két dolgot is definiáltam. Definiálom, hogy kisméretben mekkorának szeretném tudni a 12-es gridből azt az oszlopot, illetve definiálom azt is, hogy MD, azaz medium méret fölött, mekkorának kellene ennek lennie. Jó, és ez így fölfele terjeszkedik. Ahogy láttátok, bármekkora méretben mutattam meg, a call x-es 6 az egyértelműen a legnagyobb kijelzőn is 6-os osztást eredményezett. De így, ebben a méretben még, mindjárt megpróbálom ezt összehozni. Na, szemét vagy, miért nem működsz? Call x-es md6, pedig nem csináltam rosszaságot. Ja, jó, akkor nagyítok. Annyira furcsa egyébként 800-600-on dolgozni. Próbáljátok ki, a telefonon nagyobb felbontású. Jó. Meg vagyok, mehetünk fel. Jó, tehát egy nagyobb méretben, ahogy látjátok, mondjuk 1024 vagy 1024 szélességben, akinek megadatik az, ott fele osztásban néz ki ez a cucc, és amint elkezdem összehúzni itt a képernyőmet, át fog ugrani egy adott ponton egy másik törésre. Csináljuk ezt SM-re, mert akkor már tudom, mekkora kijelzem. És mondjuk csináljuk egy Polix-es 12-t ide a legelejére, jó? Aminek egyébként semmi értelme, de ez, aki ért hozzá, ez majd tudja. Jó, tehát akkor kezdünk onnan, hogy van egy feles osztásom, megyek össze, van egy 3-9-es osztásom, és hogyha még összébb megyek, inkább betöltöm a megfelelő méretbe. Call x-es 12, ja mert újra kellene töltöm az oldalt. Miért nem kedvelsz? Így már kedvelsz. Jó, akkor egymás alá törik be a két ponten. Jó? Tudom, hogy ezt így most így el kell hinni. Jó, tehát, hogy ebben a méretben még ilyen, és akkor elkezded összehúzni a kijelzőt, és egyszer csak egymás alá hullik a két oszlop. Berakok valami izgalmas dolgot ide, hogy lássuk is. Ez egy 300x300-as kép, van egy ilyen weboldal, áldom az egyiket. Tehát egy placehold.it per valami, ez egy akkora dummy képet generál. És így elkezded összetolni, és akkor így látszik is, hogy behulladt alá a content. Jó? Ezt hívjuk ugye responsívnak. Azért mutattam meg, mert a gridet legalább egyszer, ha már HTML alapok megvannak, lássatok egy grid rendszer. Jó?
A bootstrapnek ez az egyik legnagyobb előnye, és minden egyes modern framework igazából grid rendszerbe gondolkodik, és tudom, most jönnek a flexbox követők és megköveznek, de hogy alapvetően ott is grid van, és a bootstrap 4, és nem tudom. Jó. Mire jó még ez az egész nekünk? Mondtam, hogy szép dolgokat lehetne létrehozni. Most törlöm a második oszlopomat, igazából törlöm az összes oszlopomat, ha nem fogok elférni. De hogy alapvetően mondjuk szeretnék egy táblázatot csinálni. Ugye már ismerjük ezt a táblázatot, hogyan kell létrehozni. Tételezzük fel, hogy így. Nagyon szép. És ennek, hogyha adok egy class, mondjuk egy table, akkor nézzük meg, mennyivel szebb. Mert, ja, elé írok valami szöveget, és akkor látszik, hogy fönt is van egy vonal. Jó? Tehát, hogy már vizuálisan látszanak ezek a pici vonalak, nagyon szépen ki van találva. Hogyha ide írom azt, hogy table, nekem emlékeim szerint van egy stride, de mindjárt. Ugye megnézzük a dokumentációt, minden meglepő. Jó? Van itt egy egész jó dokumentáció, hogy mit, hogyan tudsz használni. Igen, elmagyarázza a grideket, és itt van is egy example, ami felbontás függő. Itt látszik egyébként, hogy az XS, az SM, az MD és az LG milyen képernyőméretekre van definiálva. Jó? De rossz ez az oldal így. Jó. Table. Tökéletes. Nem. Akkor nem ez kell nekem. Azon gondolok azok, hogy kibírjátok-e az 1024x768-et. Mert az nekem is egy megváltás lenne. Na, király, de itt lesznek a táblázatok. Tehát, hogy így néz ki egy alaptáblázat. Vittables. Nem, ez nem az lesz. Na jó. Elvileg itt jobb oldal, akinek elég nagy a kijelzője, megjelenik egy tartalomjegyzék, és abban tök jól lehet navigálni. Táblázatok. Király. Table. Sprite. Csak volt ilyen. Jó. És akkor ezzel meg tudod azt csinálni, hogy minden második sor egy picit más. Nálatok továbbra sem látszik, de mindjárt némi egész komoly CSS varázslással bele fogom ezt ide hekkelni. Legyen látványos. Szokló. És nem az, mert a border topot változtatom. Egy pillanat. A PRM ez? Így is van. Hát akkor így. Jó? Tehát minden váltok sor. És ami még fontosabb, ennél is, mert táblázatokat, gombokat, meg formokat fogtok csinálni. Megmutatom a gombokat, hogy hogyan működnek. Csinálok egy linket. Ez ugye ez a klasszikus kékkel aláhúzott őrület, amit még az idős nénik is felismernek. Jó? De hogyha erre rakok egy class, vagy button, meg mondjuk button default, inkább primary-t akartam mondani, de hogy ez is jó lesz. Vettem, primary. Akkor már is van egy közepesen szép kombom, amire rákattintom, még ilyen benyomódás effekt is van. Jó, mert első fél évben nem meséltem el a bootstrap-et, és olyan csúnya dolgokat csináltatok, hogy öröm volt nézni. Úgyhogy most azért szoktam elmondani. Van egy ilyen is, hogy button danger, ami meglepő módon ilyen veszélyes szín fog kapni. De hogy itt van a dokumentáció, tényleg nagyon jó, hogyha valami kérdés felmerül, mondjuk, hogy hogyan lehet a gomb kisebb. És akkor meglepő módon lesz egy button SM, vagy egy XS. Egész kreatív volt az elnevezés egyébként a bootstrapnál. Jó, és akkor kisebb lesz a gomb. A formok picit bonyolultabbak. Jó, de mindjárt keresünk egy jó kis formot. Ne inline legyen, mert attól megőrültök. No. Így néz ki mondjuk egy form. Mindjárt bele is mutatunk, hogy mi, hogy merre, meddig, meg a felét kidobom. A szokásomhoz hívem. Form group label. Gonosz. Jó. Ezekre nekünk annyira nincsen szükségünk.
Ezt engedjük el. Jó. Be sem kell lesz. Nézzük meg, hogy megmaradt a bármi a valami. Átömeltem. Király. Tehát van egy formom. Legyen így. Csak ezeket szedem ki. Tehát van egy formom. Látszik, hogy van neki egy labelje, van neki egy szövege. Mire jó a label? Hivatalosan, ha rákattintanék, csak az ID-t kitöröltem, akkor ez rögtön fókuszba kerülne. Meg van egy gombom. És látszik, szépen lekerekített. És van neki egy kis árnyéka is. Jó? Ezek ilyen egyszerű dolgok. És annyi, hogy nem kell ezt itt túl használni, de hogyha belegondoltak, form nem sokban tér el attól, amit az elején elmondtam. A formon belül divekre vannak osztva az egyes mezők, és sokszor azért van, hogy ezeket át tud törni mondjuk egymás mellé, vagy éppenséggel nem tudom, átrendelt, eltüntet, stb. Összefoglalja a labelt és a benne lévő inputot. Itt a különböző varázslások miatt máshogy fog ez törni egyébként bizonyos eszközökön, mellé, alá, stb. Tehát, hogy mellé törik. Csak az én kijelző méretem, hogyha látni is akarom, hogy mit csinálunk, akkor az elmondottak alapján itt is működik ez a 12-es osztásos törés. Jó, ez egy label. A for, azt, hogyha ide ID-be ezt visszaírom, akkor tényleg azt csinálja, amit reklámoznak, tehát hogy rákattintasz, akkor megjelenik a kurzorom szépen a mezőben. Jó, a submit button, meg valami a defaultra van véve. Még jobban látszódik. Jó, tehát azt meg így lehet összehozni. És már is egy aránylag kultúrált felületet tudtok összerakni. Most egy hasra csapva azt mondanám, hogy az egyszerű adminisztrációs felületeknek kb. 90%-a valami, vagy egyszerű bootstrap, vagy foundation, vagy valami, csak egyszerűen berakom, mert az ügyfelek egy része, az megszokta már, ismeri, nagyisten felismeri, és senkinek nincsenek olyan komoly elvárásai egy adminisztrációs rendszerrel szemben, hogy nagyon szép legyen, és olyan gradiens legyen benne, hogy... Na, mindegy. Király. Mit akarok még nektek elmesélni? Szerintem, aki nem HTML-ezett, az most kapott egy... Tudom, elvileg nincs olyan, de hogy kapott egy nagy csomag extra. Aki még nem használ Bootstrap-et, annak egy minimálisan így belemutogattam a Bootstrap-be. Alapvetően ennek a gyakorlatnak inkább a fejlesztő környezet összerakása lett volna a célja, tehát egy jó esetben ott is befejezhetjük volna, ha mindenki ért ezeket a technológiákhoz, next, finish és kész. Jó? Úgyhogy minden más, tehát hogyan kell egy express alkalmazást felépíteni, hogyan kell a middleware-eket, stb. Majd miután előadáson elmeséltem, utána lesz. Annyi, hogy végre frissült az oldal, és igen, ez is egy oldalsó menü, hogy fölkerültek az időpontok, és egy izgalmas dolog derült ki, hogy március 16-án én nem leszek. Úgyhogy az az óra el fog maradni. Nagyon sajnálom én is, de hogy az Express keretrendszernek a különböző middleware-ek felépítéseit kellett volna mutogatnom, ami azért jó, mert ennek az előadásának a végén bele fog férni. Jó. Következő órán a JavaScript nyelvi elemeket fogjuk venni. Durva. Tehát, hogy itt tényleg, aki még nem használt JavaScript-et komolyabb szinten, az kösse föl. Ugyanennek lesz egy gyakorlata, mert most a gyakorlat az megint olyan, hogy aki már használt JavaScript-et, nem fogja meglepni, hogy function fogok írni, meg egy összeadást, meg ilyen dolgokat. Csak hogy ne az legyen, mint most, hogy random írok egy konzol logot, és akkor mondjuk a csapat egy része nem is érti, hogy mit csinálok, vagy miért csinálok, vagy mi az a var, vagy hogyan működnek ezek az egyéb dolgok. Jó, egy nyelvi elemek gyakorlaton igazából ezzel, function-ök, meg nem tudom, string konkatenáció, meg ilyen hintutságok. Az Express keretrendszer aztán meséltem, és ennek a végén rácsapunk egy kis gyakorlatot, hogy megmutatom, hogy hogyan lehet ezt értelmesen összerakni, ez itt elmarad. Promise Async Error First Callback és Gulp lesz utána, meg Express Templating, meg Gulp Deployment lesz itt. Hogyha van igény, meg lehetőség, akkor szeretnék egy jó kis webpackos, reaktos példát is mutatni csak azoknak, akik tényleg kíváncsiak, hogy ez hova fejlődik ez a történet. Utána a MongoDB-ről fogunk beszélni, core modulok, meg minden ilyesmi, de ami miatt ezt felhoztam, az ez. Jó, és fölkerültek az értelmes határidők. Na most a matematika az így főleg ilyen egyetemi első hét, második hét, nulladik hét, 21. hét miatt
Tehát ez mindig az van, hogy a gyakorlat utáni vasárnap a leadási határidő. Ha nem stimmelnek a dátumok, legalább valaki dobjon rá egy e-mailt, jó? Mert hogy második hét vasárnap, negyedik hét vasárnap, hatodik hét, nyolcadik hét, tizedik hét, 12, 14, eddig el tudtam számolni. Na most a mellette lévő izék, azok nem biztos, hogy stimmelnek. Ma összenéztem még egyszer, de az van, hogy mindig a gyakorlat utáni vasárnap a leadási határideje. Jó. Van-e kérdés? Jó, ennyi. Mesélhetek még HTML-ről, meg CSS-ről végtelen. Így is van. Hát, hogyha egyszer egy vonaton fogsz rekedni internet nélkül, akkor rájössz, hogy nem. Mint élesbe. Én azt mondom, hogy inkább összeminifájolnám ezeket a CSS-eket egy nagy fájlá, és hogyha akkora a rendszerem, hogy már 1 millió page view-ban kitolnám CDN-re. Tehát, hogy mindig van jobb megoldás, de fejlesztés közben támogassuk a fejlesztőt production-be, meg törődjünk a user-rel. Mármint, hogy az nem ilyen fekete-fehér, de hogy alapvetően én úgy látom, hogy inkább ezt csináljunk. Igen, olyasmi. A CDN az egy Content Delivery Network, ez arról szól, hogy statikus fájlokat föltöltesz, ezek az arcok ezzel foglalkoznak, és úgy tudom, hogy 60-80 data centerben szétszórják a világon, tehát ha valaki Amerikában meglátogatja a weboldalat, neki közel lépő, hogy szóljon le az adat. Körülbelül így tud menni dióhéjban. Ez egy trükkös, mert ez meg már a content caching-nek a témaköre, hogy milyen content header van, expire, e-tag, meg minden ilyesmi, tehát hogy ez megint egy izé. Hogyha valaki fél attól, hogy összeszarja magát a service, amit épít, az nézegesse ezt a weboldalt, mert hogy ők egész jó megoldást adnak arra, hogy a statikus tartalmadat félúton bekesseled, és ezzel a némivel van hirdetve, de hogy... Jó. De hogy egy weboldalra például ingyenes, ha nem mobilról nézed, akkor lesznek ilyen gombok is. Jó. Az arról szól, hogy a te szervered meg a felhasználók közé beáll egy szolgáltató, amin keresztül megy az adat. HTTPS-i certifikátet adnak lényegében ingyen. Tudom, LetSendScript is ad már, de hogy alapvetően ők hozták be, mint nagyon nagy újdonság. A statikus tartalmaidat nem a szervertől kéri be, hanem csak a kliensnek szolgálja ki saját magától. Viszont azt mondom, hogy amíg ilyen fejlesztés vagy pici projektről beszélünk, ezek nagyon nem fontosak. Tehát az első pár felhasználók, hogyha indítasz egy szolgáltatást, kényelmetlen lesz nekik, lassú lesz nekik, bágos lesz nekik, és minden egyéb. Tehát inkább a lelküket ápoljuk, mint technológiailag egy olyan várat építünk, ami lehet, hogy 2 millisekundummal gyorsabban hozza be az oldalt, de senki nem fogja használni, és csak a mérnök órákat így öntött ki az ablakon. De alapvetően fejlesztéshez én azt mondom, ha mindig van, mert egy nyugodtan húzva CDN-ről a cuccot, csak 2 másodperc letölteni, és belerakni a könyvtárba, és akkor, hogyha nehogy Isten rávetenedsz arra, hogy belehekkelsz 3 sort, amit nem ajánlok, főleg nem egy bootstrap CSS-be, akkor az is megmarad. Tehát ilyenek. Megmondom, tehát, hogy nagyon, nagyon furcsa helyzeteket tud egy workflow-ban eredményezni, ha nincsen interneted. Mindenkinek ajánlom kipróbálni egyszer, jó? Tehát, hogy amit dolgozik, azt próbálja meg úgy, hogy nincsen meg. És akkor az veszélyes. Jó. Bármi más kérdés esetleg. Jó. Hát akkor én megköszöntöm a figyelmet, és akkor találkozunk jövő héten JavaScript nyelvi alapok. És nagyon időbe végeztünk, mert megint.